szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok mindenkit, nagyon sok szeretettel köszöntök, aki elfogadta a meghívást, aki a Hollandon is olvasható volt, és a mai partnerségi egyeztetésünkben részt kívánok. Ennek a partnerségi egyeztetésnek a célja az 17. december 14-én 22-es országban elfogadott településkép védelméről szóló rendeletünk. Ennek a felülvizsgálatát kezdeményezte a képviselőtestről egy augusztusi testületülésen. Ezt a folyamatot az érvényes határozatnak megfelelően polgármesterre megnyitottam. Október közepén, az 17-én volt egy hasonló fórum, ahol ennél sokkal gyélebb számú érdeklődővel találkozhattunk, és semmiféle vélemény volt a módosításra, a felülvizsgálattal kapcsolatosan nem hangzott el. Majd letelt a határidő, amikor még írásban is lehetett észrevételeket tenni, és egy magánszemélytől kaptunk erre vonatkozóan pár javaslatot, jó párat. A főépítész úr írt ennek a magánszemélynek, hogy legyen szíves a partnerségi jogosultságát igazolja a küldött lapnak a kitöltésével. Ez az előterjesztés elkészítésének az idejéig, december 7-éig nem történik meg. Én a mai napig nem tudok róla, hogy ez a kitöltésre került vagy sem. Vélelmezhető, hogy az észrevételeket beküldő magánszemély nem volt jogosult arra, hogy a partnerségi rendeletünk alapján bármilyen módosítás kezdeményezzen a képviselőtestület felé, településkép rendeletünkről. Ennek ellenére az anyagot a munkatársaink elkészítették, a megfelelő technikai változtatásokat átvezették, és a Városstratégiai Bizottságnak a módosító javaslatát a december 13-ai testületülésünkön a képviselőtestület nagy része elfogadta. Ez a módosítási kezdeményezés alapjában véve arra irányul, hogy mint minden településen, ebben a mi településképi rendeletünkben is egy jól elhatárolható, különösen védett területet határoztunk meg, tekintve arra, hogy az itt levő épített örökségünket megkívánjuk a további is őrizni, és az új építésű vagy az átalakításra kerülő házakat hasonló stílusban, hasonló kivitelben szeretnénk, hogyha megépülnek, hogy ne legyen olyan borzalmas nagy kontraszt, ami néhány településen nálunk is sajnos előfordul pár utcában. Ezért aztán a főépítész úr, főépítész úr, még a testületülésünk anyagának az összeállítása előtt a tervtanács tagjaihoz is fordult véleményezéssel. A tervtanács tagjai közül ketten válaszoltak, egyikük határozottan azt írta, hogy a módosításban, amit a magánszemély adott be, hogy a Rákóczi utcák, az Asbóth utcák, a módosításban szereplő terveket nem tudja támogatni, és semmiféle módosítást nem tud támogatni. A településképi rendeletünk megalkotásában résztvevő kutatóintézetnek a munkatársa, Szentmély Zsolt pedig háromféle lehetőségük vázolt a testület felé. Az első az volt, hogy semmiféle változtatás ne legyen, a második az volt, hogy ebből a jól lehatárolt tömbből vegyünk ki egy kisebb tömböt, a harmadik javaslata pedig ennél egy nagyobb tömböt is ki lehet ebből venni. A Városstratégiai Bizottság módosító javaslata teljesen ellentétesnek bizonyult ezekkel a javaslatokkal szemben, hiszen azt tartalmazza, hogy a Malom utcától a Rákóczi utcát délfelé tartó szakaszát teljesen vegyük ki ebből a védendő környezetből, az Asbóth utcát, a Bacsány utcát és még melyik volt, Malom utcát szintén vegyük ki ebből. Ezt a testület többsége elfogadta, és most azért vagyunk itt, hogy az önöknek a véleményét is meghallgathassuk,
ezt jegyzőkönyvet fogjuk venni. A további módosításoknak a kezdeményezésére szintén lehetőség van, tehát most az egész teremtés képrendjeletünk úgymond nyitva áll ahhoz, hogy a módosítások kezdeményezésével meg lehessen tenni, és arról meg a képviselőkkel egy másik időpontban döntést hozhasson. Tudom, hogy nagyon sokan ezért jöttek el közén, mert a Balatonparti ingatlanról szóló hírtületét alapul, ez ma nem témája ennek a partnerségi egyeztetésnek, erre február 14-én kerül sor, de viszont ez a Rákóczi utcai kivételet, ez a jó védendő tömbről, ez most a témája ennek a lakossági a hirdetményünkben módosítójavaslatokról és az egész településképi rendeletekről lehet most egyeztetést folytatni. Az a fórum, amire a képviselőasszony gondol, az február 11-én ugyanilyen időpontban, ugyanebben a teremben fog majd megtartani. Ez is a település kérde beletartozik, hogy mekkora épületeket lehet emelni a városban? Az a szabályozási tervünkben tartozik bele. A szeretném nem érinti a település képet? Hát nem igazán érinti. Na. Ezzel szerintem senki nem ért egyet, ezzel mondatta. Bocsánat, mi úgy gondolom, hogy és ebben önöknek egyetértés vagy nem egyetés is jobb van. A hirdetményünkben pontosan megfogalmaztuk azt, hogy mi lesz a mai partnerségi egyeztetésnek a témája. Én nagy szeretettel várom az iránt érdeklődőket február 11-én, 16 óra 30 perckor ugyanebben teremben. Annyit lehet, hogy a 14-i az legyen a településképi kontextusba is helyezve? Tessék? Hogy az településképi kontextusba is legyen helyezve Balatonpartnak a kérdése. Hát ott... De nyilvánvaló nem szép válasz. Segítek, jó? Bocsánat. A jogszabály alapján a településképi rendelkezések az önálló rendeletben vannak, és a helyi építési szabályzatban vannak azok a paraméterek, ami építménymagasságra, beépítési százalékra és egyéb előírásokra vonatkozik a kettőt. Ezt a törvény szétválasztotta, 18. január 1-től ezt két külön helyi rendeletben kell szabályozni. De lehet együtt nem. Hát addigra annak, tehát most a település képi arculatról, tehát ami a település képi rendeletben található, ebben a szakmailag a főépítész úr tud nekünk segíteni, hogy pontosan milyen illeszkedési előírások, mik egyebek vannak benne, amit tartalmaz szakmailag egy településképi arculati elemeket szabályozó rendelet. Abban nincs szabályozva se építménymagasság, se beépítési százalék, se funkció, semmi ilyesmi, azok a helyi építési szabályzatban vannak. És az a február 11-i fórumon, annak az anyaga, az pedig 8 nappal a fórum előtt lesz a honlapon elérhető, mert az készíti a tervezőt. Épület magasság. Minden az előírások a paraméterek. Akkor mi van benne? Se funkció, se nagyság. Miben? A mostaniban? Mindjárt felépítesz úr, akkor elmondja. Tehát egyrészt, amit a polgármester úr elmondott, hogy mi az a terület, ami beletartozik, és arculati előírások. Köszönjük, olyasmi. Szépen elnőtt. Tessék, hogy van-e valakinek a kérdése, véleménye? Tessék! Köszönöm! Ha senkinek nincs véleménye, akkor tessenek kérdezni, várjunk szóval.
elsőként akkor egy csendet kérek szépen, jó, hogy egymás szavát azért halljuk. Én minden hozzászólótól azt fogom kérni, hogy legyen olyan kedves a nevét és az állandó lakcímét bemondani, ugyanis csak azoknak a véleményét tudjuk majd figyelembe venni, akik a partnerségi rendeletünkben foglaltatnak megfelelően véleményezési jogosultságot rendelkeznek. Keszthelyi lakosok, vállalkozók, akik nem Keszthelyen van a székhelye vagy a telephelye, stb. Ingatlan tulajdonosok, bocsánat. Ha nem szól senkit, félmondatot kérdezik. Először az úr szól, jó? Dr. Berel Jakos Tamás először. Köszönöm szépen a szót. Akkor a mai is gazdasági kormányzatban kapcsolatosan nem tudom, hogy Berel Jakos Tamás vagyok. Kisvárosunkért érdekvédelményesnek részéről vagyok ma itt, Mámesod érzőnek, mint Keszthelyi állampolgár. És polgármester által tervezetetekkel kapcsolatosan szeretném az egyesület véleményét elmondani a település képi rendelet felülvizsgálatával kapcsolatosan. Az egyik pont ez a képviselő testületnek a határozata, amit ugye december 13-án hozott meg, ezt határozottan szakma és város ellenesnek nyilvánítjuk. Nem vagyok építész, az egyesületben viszont vannak építészek, és végignézve a rendelet módosításnak a térképi mellékletét, semmi nem indokolja a Bacsányi, a Maloló utca, a Asbót utcának és a Lelkóczi utcának a bizonyos részét kivételét ebből az úgynevezett, tehát különös területi nyilvánítás jövezetből, hiszen ha megnézzük ezeket az utcarészeket, ezek szervesen kapcsolódnak a többi területhez, és amit én annyit tudjanak rólam, hogy több mint 25 évig dolgoztam a közigazgatásból, ebből pedig 17 évet jegyzőként én tisztán vagyok azzal, hogy ez a rendelet mit szabályozza, amit a jegyzőasszony elmondott, ez a rendelet azt szabályozza, hogy ezen a területen az adott ingatlanok külsőleg hogyan nézzenek ki, milyen cserép legyen a tetőn, milyen színű, milyen legyen az épületnek a külső megjelenési formája, és amit a polgármester is elmondott, hogyha azt mondjuk, hogy Keszthely a Balaton fővárosa, akkor nem lehet egyéni érdekek mellett a várost, hadd ne mondjam, a város kinézetét tönkretenni, azért, mert valakinek valahol, valamilyen utcában van egy vagy vett egy ingatlan. Úgy gondolom, hogy a törvények mindenkire vonatkoznak, az meg minden keszthelyi érdeke kell, hogy legyen, hogy a város hogyan néz ki. Csak azért, mert valaki valamit nem tetszik, akkor vegyen máshol ingatlant, én úgy gondolom. Ez az egyik dolog, de ezzel pedig abszolút nem értünk egyet, tehát lényegét összefoglalva a dolognak, hogy ez a módosítási rész kikerüljön ebből a területből, mert semmi nem indokolja, sőt, minden ér amellett szól, hogy ezek az utcarészek maradjanak ebbe a tömbbe, hiszen nem lehet ketté választani egy szervesen egy közterületet. Az egyik részén, most csak mondok egy példát, az egyik részen lehessen lila színű házat építeni, ami abszolút nem megy az ottani környezethez, míg a másik, az utcának a másik oldalában pedig ne lehessen semmit se csinálni. Ez most csak egy kis alakított rész volt. Ez az egyik téma, a másik téma pedig az, amit a polgármester elmondta, hogy most lehetőség van magával az egész rendelettel módosító javaslatot tenni. Az egyesület nevében szeretnénk ezzel élni, ezzel a lehetőséggel. Ugye az köztudott, hogy mi már több ügybe is próbáltunk a város külső kinézetét javítani, főleg azon romos épületek, elhanyagolt épületekkel kapcsolatosan, amik hosszú évvel rontják a városnak a külső megjelenését. És a rendelet erre az is lehetőséget, de úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak nem csak büntetni kell az embereket, az itt élő olyan ingatlan tulajdonosokat, akiknek ingatlana van, mert sajnos Magyarországon a gazdasági helyzet nem mindenki számára alakul kedvezően, van akinek jobban megy, van akinek meg egyre szarabbul, viszont van egy ingatlana, és ugye, hogyha az ingatlan a városnak mondjuk egy frekventált helyén van, ami ugye a város érdeke pedig az lenne, hogy szépen nézzen ki, hogy minél több turista jöjjön a városba, és egy rendezett település képét próbálja megmutatni,
Ezért úgy gondolom, hogy ha kötelezést adunk az ingatlan tulajdonosok számára, hogy jó karba tudja tartani az ingatlanát, hogy most mondok egy példát, valaki örököl egy ingatlan itt a belvárosban. Nem biztos, hogy miniszterelnök helyettes vagy államtitkár, ugye az ő fizetése nem emelkedik ötszörösére, de az ingatlan pedig fel kéne újítani. Na most ugye az önkormányzatnak régen is volt, meg most is van olyan rendelet, amivel ezeket a főleg a nőemlékvédelmi helyi védettség alatt lévő házakat lehet támogatni a külső homlokzatuknak a rendbetétele érdekében. Én azért szeretném, hogyha ezt valahogy össze lehetne kapcsolni ebbe a rendeletbe, hogy ha olyan ingatlanról van szó, amely ezen kiemelt területen helyezkedik el, és a külső kinézete pedig ugye sérti a település képet, akkor az önkormányzat az ingatlan külső felújítását valamilyen alapban éves költségvetésébe, és ezen rendeleten belül ez már kodifikációs megoldás, azt most nem javaslunk, csak a gondolatot szeretnénk itt, hogyha nyoma lenne neki, hogyha ez bekerülhetne ebbe a rendeletbe, hogy ezen a kiemelt területen az olyan ingatlanok, még egyszer mondom, mert nem nincs mindenki olyan szerencsés helyzetben, hogyha azt mondja az önkormányzat, hogy mondjuk az ingatlanom az egy kicsiket lefasztant, akkor hogy újítsam fel, nem biztos, hogy itt van rá jövedelmem. Tehát erről volt a javaslat, a másik pedig az, hogy nem értünk egyet ezzel a módosítással. Köszönöm szépen. Az utóbbi javaslatban nyitott kapukat döngett, de jegyzős vagyok rá tudom mondani. Mi is gondoltunk már erre, és ez a település képvédelmi bírságból erre majd lehet pályázni. Köszönöm. És pont ezt akartam mondani, hogy nyitott kapukat. A 60. paragrafusban jelenleg hatályos rendeletben benne van az, egyfelől az, hogy a esetlegesen, tehát a befolyó bírságból külön alapot képez, illetve az is benne van a kettes paragrafusban, vagy a kettes bekezdésben, hogy saját forrásból az önkormányzat lehetőségeire figyelemmel a testület ezt kiegészítheti az éves költségvetésébe. A mostani költségvetés tervezetben én nem látom erre sort, nem is hiszem, hogy nagyon lesz ismerve a mínuszos számot, ahol most tart a képviselőtestület, de a lehetőség megvan, tehát erre gondoltunk mi, amikor ezt a rendeletet így összehoztuk. Úgyhogy ez benne van, a lehetőség megvan, a pénzügyi forrás az pedig arra vár, hogy a mindenkori képviselőtestület ezt költöltse, illetve hát így nyilván nem tudom, hogy működésből adódóan, ha sikerül bírságot be, de nem a bírság felé hajlunk. Tehát mi a kötelezési eljárásokban eddig sem határozott bírságot. Még felelős városvezetőként én csak annyit tudok mondani, önök mindannyiannak legalábbis a szemeket, arcokat nézve mindannyian itt élhetnek közöttünk. Ez egy szép város, de a városnak vannak nagyon csúnya épületei. És a város tulajdonában is vannak nagyon csúnya épületek. Én úgy gondolom, hogy addig, amíg a saját ingatlanainkat nem tudjuk majd olyan állapotba hozni, hogy a saját településvédelmi rendeletünknek is megfeleljen, addig az önkormányzat bizonyára, hogy magánszemélyek vagy társaságok részére a saját költségvetése terhére nem fog erre pénzt biztosítani, sem pályázati alapformájában, sem direkt támogatásként. Amint a jegyzőasszony elmondott, településképvédelmi bírságból lefolyt összegek, egy alapot képeznek, és az elképzeléseink szerint arra majd pályázni lehet, ha lesz ilyen alapunk feltöltve. Igen, Balázs. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a testület éljen ezzel, próbáljon meg valamit kiszorítani az éves költségvetéséből, és ha már bírságról beszélünk, akkor ott van a Balatonpark, ott van a nagyon frekventált helyen olyan területek, ahogy a polgármester is elmondta, teljesen egyetértünk, hogy kezdte egy szép város, viszont vannak benne nagyon randa épületek, elhanyagolt épületek, biztos tudják, hogy mire gondolok, Balatonszálló, hullám. Az önkormányzat több milliárd forintot költött arra a Balatonpartra, ami elkészült és gyönyörű. A város vízi kikötője ott a múló, aki ide jön a nyáron, kiszáll a hajóból, mit lát? Egy lepattant épületet, ahol az antenna kezdte ikonikus arca, ott táborozik, meg a hozzá hasonló szerencsétlen sorsú egyéb ember, és nem tudom, jártak-e ott, de akár a környezetét, hogy néz ki.
Tehát, hogyha bírságolással kell kezdeni, akkor javaslom a Balatonszálló tulajdonosán kezdeni, mert úgy gondolom, hogy ő még csak nem is szegény ember, hogy ne tudná az ingatlanát felújítani. Ez csak egy határozat az önkormányzat részéről, és akkor már a 2019-es alap szerintem meg is lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én örömmel vettem. Bellerő Jakus úr sokkal tájékozottabb, mint én nem ismerem a Balatonszálló tulajdonok körének a személyi összetételét, hogy nem előnk, de teljesen függetlenül a tulajdonosi közösségtől, igen, ez a településvédelmi rendelet mindenkire, mindannyiunkra vonatkozik, a szállodákra is. És hogyha már itt van nálam újra a szó, kérem, hogy fogadják el ezt tőlem. Nagyon sok újságcikk írások jelentek meg az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban és a mai napon is, hogy milyen tulajdonosi környezetnek kíván Keszthely városa kedvezni. Senkinek nem kívánok kedvezni, külön-külön. Mi azt szeretnénk, hogyha a Keszthelyi Balatonpart is újra a régi fényébe tudna tündökölni. Teljesen mindegy, hogy ki az a befektető, aki tisztességi szándékkal idejön, felújítja a tulajdonában levő vagy a tulajdonába kerülő épületet, azt üzemelteti, a turisták és a vendégeink megelégedettséggel fognak innét Keszthelyről átávozni, visszaválnak ide, és a városnak tisztességesen megfizeti az adóját. És nekem teljesen mindegy, hogy baloldali, jobboldali, vagy aki tud, középen álló. Tessék parancsot! Ja, bocsánat, Alföldi doktor úr jelentkezett először. Köszönöm szépen, Alföldi Zoltán vagyok, Keszthelyi lakos és a Keszthelyi Városvédő Egyesületnek a tagja. És azt kérdezem, hogy a konkrét rendelet megszavazott rendelet módosításról, hogy nyilvánvalóan az előterjesztő Városstratégiai Bizottságnak voltak érvei és indoklásai. Hogyha ezt megismerhetnénk, akkor még megalapozottabban tudnánk erről beszélni és társalogni. Köszönöm szépen. Sajnos a testületülésen a saját magam véleményével alul maradtam. Én ezt a módosítást az elejétől kezdve nem támogatom. Azt még elképzelhetőnek tartottam volna, hogyha valamilyen indok alapján egy kisebb vagy egy nagyobb foltot javaslom kivetetni a bizottság ebből a különösen védelmi környezetből. De ezt sem támogattam volna jó szívvel. Ezt a településképi rendeletet szakemberek alkották meg. Urbanista szakemberek, akik ehhez értenek. Mi a képviselőtestületben ehhez a szakmához nem értünk. Most mennyit értek itt a szakemberek? A szakembereknek a módosító javaslat, vagy a szakembereknek a javaslatai ennyire vettek figyelembe a Városvédelmi Bizottság, ugye elmondtam. Bővebben kifejteni nem szándékozom még egyszer. Tehát a tervtanácsi tagok véleménye ellenére és az urbanista szakember véleménye részbeni véleménye ellenére egy módosítással érdek. Az, hogy ez miért történt meg, én a testületülésen ezt megkérdeztem, még fent van a Keszthelyi TV-nek a honlapján, a december 13-ai ülés, meg tudja bárki tekinteni az ott elhangzottakat, hiszen ez nyílt testületülésen történt, a TV pedig ezt tárolta. Igen, Lukács Beáta. Köszönöm szépen. Lukács Beáta vagyok, Keszthely építész, Vörösmarty utca 11-ben lakom a belvárosban. Annyit szeretnék erről a Rákóczi utcai módosításhoz hozzátenni, vagy felhívni a figyelmet, hogy azt kellene eldönteni elsősorban, hogy mi a cél, mi a város célja. Tehát többféle cél létezik, ugye eddig én azt a álláspontot ismertem, hogy a Keszthelynek három fő attrakciója van, ugye a kastély, a Balatonpart és a védett belvárosa. Hogyha mi továbbra is fenntartjuk azt, hogy ez egy védett belváros, aminek van egy olyan hangulata, amit szerencsésen megőrzött sok-sok éven keresztül, akkor ezt most mi akarjuk-e változtatni, vagy milyen irányba akarjuk változtatni. Mert az egyik lehetőség az, hogy a megmaradt régi házakat szépen és a kor
korhoz vagy a szomszédokhoz illeszkedően felújítjuk, maradva ugyanebben a léptékben. A másik álláspont az, hogy fejlődjön szabadon a város, és mindenki kedvére építhesse, mert gyakorlatilag azt jelenti az egyszerű bejelentéssel való építés, hogyha a rendezési tervnek az alap előírásait betartja, a beépítési százalékot, az építménymagasságot, nem is tudom, van-e még ilyen fontos tényező, akkor olyan házat csinál, amilyet akar, tehát akár lakostetőst, akár üvegkalitkát, bármi. Na most ezzel csak érdemes Hévízre gondolni, hogy ugye Hévíz is egy olyan település, amelyik nagyon intenzíven fejlődött, nagyon sok új építkezés történt, és még sincs hangulata. Tehát akárhogy is nézzük, én nem elnézést kérek, ha valaki hévízi, de Hévízzel a fürdőn kívül nincs belváros, nincs az utcakép is olyan össze-vissza, olyan kismerhetten. Tehát nagyon fejlett, de még sincs benne lélek. Na most ezt, ha mi úgy gondoljuk, hogy van egy védett belváros, annak bizony az egyik határa az a Rákóczi utca, mert az az utolsó utca abban az irányban, ahol még olyan léptékű házak vannak, amik megtartották az eredeti vagy a régebbi formájukat. Tehát ebből a szempontból én nem javasolnám a szabad kezet adást, azért, mert sajnos a építetők, a tulajdonosok sincsenek abban a, nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát nem olyan mértéktartóak, hogy önként olyan házakat építenének, amilyen a környezetükben van. Van, aki igen, de van, aki nem. Viszont szeretnék még egy másik témát is felvetni ezzel a település arculattal kapcsolatban, hogy ahogy megnéztem a feltett térképet, a netre feltett térképet, amit itt nem látom kivetítve, pedig biztosan nem lehetőség, azt látom, hogy a védett ingatlanok, azok gyakorlatilag a Petőfi utca, Törösmarty utca, Balaton utca, tehát a belvárosnak azon a részén van a legtöbb helyi védelemre javasolt ingatlan, ahol most mi jelenleg, vagyis a város, az átmenő forgalmat átengedi. Tehát, hogyha valaki Siófokról Balatonfüredre megy, vagy Balatonfüredről Siófokra, vagy csak a Zámorból el akar menni, csak nem tudom én, Újmajorba, akkor biztos, hogy ezen a védett belvároson próbál keresztül szállítani olyan utcákon, amik erre a nagy forgalomra nem alkalmasak, keresztmetszetüknél fogva, és ahol a lakóépületek javarészt például a Petőfi utcában, közvetlenül a telephatáron vannak az utcán, tehát a földre engeznek be a házakba, amikor elmennek az autók. És ezek az épületek, ezek egy része, vagy jelentős része, szárazon rakott kő vagy tégla, amiken belül érezni a rezgés, de szét is eshet, tehát szét repedhetnek a rengéstől ezek az épületek. Tehát én azt kérem átgondolni, hogy biztos-e, hogy az átmenő forgalmat ez ugye már ez is egy régi téma, tehát volt róla szó máskor is, sőt ígéretek sora, de én azt javaslom, hogy ha a város nem tud ezen változtatni, és az átmenő forgalmat ezeken az utakon akarja átvezetni, akkor én a magam részéről kérem, hogy az én házamról a helyi védelmet kérem levenni. Ne legyen védett, mert az a város, amelyik itt vezeti át a átmenő forgalmat, az nem akarja védeni azt a házat. Az csak engem akar korlátozni. Tehát el kell dönteni, hogy együtt védjük, vagy csak én. Köszönöm szépen. Teljesen igazán a Beának, abban a szempontból, hogy ő ott lakik, ő nap mint nap élvezheti, vagy szomorúan tapasztalhatja ezt a nagy átmenő forgalmat. Amikor a belvárost áttervezték az arra illetékes és az azzal megbízott tervezők, mindenki arra gondolt, a közlekedés tervező is, hogy a Lovasi utcán megy le majd ez a forgalom, és a Kazinczy utcán, illetve a Mártirok útján kerüli majd ki a Helikon parkot és a környezetét. Sajnos az autósoknak a bevett szokásait, illetve a rövidítés, az útvonal rövidítési, illetve az utazásnak a rövidítési szándékát nem tudjuk megváltoztatni. Forgalom technikai eszközökkel biztos, hogy nagyon bele lehetne nyúlni, akkor, bocsánat, de ezt is mindig őszintén szoktam beszélni, ezt is el kell mondanom, akkor nem ő lenne felháborodva, hanem a félváros. Tudom, hogy ez az ön problémáján nem segít. Így is nagyon sok pofont kaptunk azért, hogy a főtérről a forgalmat kivezényeltük, és ezzel a lépéssel most is egyetértek, mert a város főterén nem áll három irányba
szaladó utaknak kell találkoznia, hanem a város főtere legyen egy rendezvénytér, egy pihenőtér, egy látványosság, olyat, aki, amelyiket majdnem mindenki szeretne, hogy úgy sem lesz, hogy mindenki szeresse. De én azt kérem, hogy akkor üljünk le, még a közlekedés koncepció nincsen újra kidolgozva, de készülünk erre is. A Szalasztó utca várható két irányosítása is terve van, lehet, hogy ez a probléma egy kicsit segítene, de viszont a meglevő közlekedési útszerkezetünkkel igazából nem tudunk másképpen gondolkodni. Arra lehetőségünk nincsen, hogy új utakat nyissunk meg házaknak a kisajátítása, megvétele és új utaknak a nyitása miatt ezeket megtegyük. Tehát a most meglevő úthálózatunkat kell továbbra is használnunk, illetve valamilyen kerülőutat kellene még kijelölni, akár egy kicsit erőszakosabb, az autósok számára egy kicsit erőszakosabb formában, akkor viszont ugyanide jönnek majd, nem egy, meg nem kettő, hanem mondjuk 300. Annak is állok elébe természetesen, hogyha a város nagyjának ez az érdekel, hogy valamilyen változtatás legyen. Hogy ugye korábban az volt, hogy a, tényleg a belváros körül vezető, vagy bekerülő út, az a Lovasi utcán halad, Kazinci utcán, Bercsényi utcán, és hát vagy a Szalasztón, vagy nem tudom még ilyet. Most a Lovasi utcára szeretnék rátérni, hogy a Lovasi utca korábban azért 32 méter széles, szabályozási szélessége volt az utaknak, és még onnan bizonyos előkelt után következtek a házak. Tehát nem mindegy, hogy 7 méterre van egymástól két ház mondjuk, és az autó elmegy a háztól 2 méterre, mert másfél méter a járda, vagy a 32 méteren belül. Másik dolog, hogy a város egyre inkább megeszi az aranytojás körül tyúkját olyan szempontból, hogy ezekből a félretett területekből mindig elad egy darabot, és mindig egy újabb nagy épület épül azokra az utakra, amik tulajdonképpen átmenő utak voltak. Most konkrétan a Lovasira gondolok el, hogy ott nagyon sok új épület szűkíti azt a széles utat, ami valaha volt. A megoldás lehetne szerintem esetleg azt meggondolni, hogy külön kellene választani az utcak a két irányát, esetleg tehát a két szembe irányt egy másik utcára terelni, vagy hát még egy biztos egy csomó megoldás létezik, de ez a téma azért 6 év óta téma. És 6 év alatt már valamit csinálhattunk volna. Én emlékszem, hogy a én képviselőasszonyom már az előző választás előtt szóltunk neki, összegyűjtöttük a környéknek az aláírásait, mert ez nem az én problémám, ez nagyon sok embernek problémája. És akkor ő meg is ígérte, nem volt kint a centrum tábla, annál a bizonyos Petőfi utcánál levették, mert ugye ott van például az Abázia panzió, ahol megállnak az autók a panzió előtt, nem lehet elkerülni. A Petőfi utcából parkolására kellett egy kitérőt tenni. Most olyan a bicikli út, hogyha valaki jön biciklivel, akkor biztos, hogy az ember keresztül megy rajta a kóval, vagy én nem is tudom, hogy mi történik, ha véletlenül egyszer beérkeznek. Tehát ez a kérdés nincs megoldva. És mit ad Isten, a centrumtáblát visszarakták, a forgalom továbbra is erre van terelve, mert addig legalább, aki nem volt ismerős, az nem erre jött be a centrumba. Vagy nem a centrumba, hanem át a centrumba. Tehát biztos, hogy azért valami megoldást kellene találni, ha ez valakinek fontos. Köszönöm szépen. Igen, valóban. Nekünk fontos, akiket a választó akarata a városvezetői székekbe helyezett. Hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon sok embernek azon a fejében, hogy a polgármester és a polgármester. Kérem szépen, nem úgy van, mint a mai este is tapasztalhatják, hogy a polgármesternek más véleménye volt, mint a képviselőtestület nagy részének. Mégis az ödöntés született a számok alapján természetesen. És lehet utogatni a polgármester, és most nem magamat akarom védeni, hogy bármelyik polgármester társamat. Ez is rossz, meg amaz is rossz, meg amaz is rossz, meg erre sincs pénz, meg arra sincs pénz. Erről a képviselőtestület dönt, és nem a polgármester. Tehát mi 12-en vagyunk, mind a 12-en ugyanolyan felelősek vagyunk a városnak a szépségéért, a város élhetőségéért, a város fejlődéséért. Készen. Van-e még valakinek? Tessék, parancsoljon. Hadd ne mondjam mikrofonba, inkább próbálok hangosan beszélni. Flaskár Judit vagyok, és a Rózsa utcában lakom. És nagyon laikusként fogok mondani, mint aki itt él.
és érzem a dolgokat körülöttem. Beszéltünk arról, nem ismerem a helyzetet, én is tudom, tudnám megoldásokat csinálni arra, hogy merre engedjenek, mert mondom, jó, én kerülök dolgokat az Egyirány utcán, de akkor hol van a levegő szennyezés, amit okozok, meg a többiek. És valami módon, akik értenek hozzá, hogy biztos vannak, nem lehetne valami elektromos utyúr-utyúrt szervezni a városban, ami egy helyi járatot pótolja, mert én megmondom őszintén, hogy nagyon muszáj jövök a belvárosba, mert nem győzöm nézni a sírát, de erről nem beszélek most. És a... Tehát én teljesen kizárnám, és nagyon, nagyon fölhívom a figyelmet, mint közlekedő. Kijönhetik a kastélytól, és azóta rettegek, hogy ezek itt közlekednek, alig tudok menni, hogy vigyázzak a sétálókra, a kastély sétáló utca között, és ha neked még lentről is kell figyelni, meg azokat elütik, vigyázzak. Igen, tisztában. Akkor, és már nem ide való, de ki tudja közülön, mert én nem akarom elhinni, hárman telefonáltak rám, hogy igazán megszűnt a keszthelyi kastélyba a papucs fölháborúnak. Ezt kérdezem. Köszönöm. Abban nem tartozik a fórumnak a témájához. A kastély részleges rekonstrukciója után, vagy még közben a tervezés folyamán úgy döntöttek, hogy az aszfaltot ugye megszüntetik a sétányokon, és ez a zúzott kővel látják el, ami elég tömörre sikeredett, hála Isten. Néha azért elsősebb idő. Én nem emlékszem, hogy az építkezés során, mondjuk az 1800-as évek elején hogyan nézett ki, de biztos, hogy nem aszfaltos volt. Nem tudjuk, hogy nézett ki az akkori látképeken, hiszen a kastélyban megtalálható a partnak a képe és a leírása. Régen a Balatonparton egyszerű ilyen kiszakadó szerint Kalics volt a kastély, utána nézett. Olyan helyen, hogy fölhoztam szét. Bocsánat, én nem így tudom, nem akarok itt ellenkezni, hogy megbeszéljük, akkor külön, tehát Gyöngy Kavics biztos, hogy nem volt az 1800-as évek. És a Gyöngy Kavics közé, vagy Fehér Kavics közé, hol lehet letelepedni, ha elpárod a lábam? Abadokra? De, bocsánat. Akkor sétáljunk el együtt valamelyik nap a kastélyban. Én szívesen, hogyha tudunk időpontot egyeztetni, nagyon szívesen. Köszönöm szépen, életesen. Kovács Viktória, jön szó. Köszönöm szépen, hogy hiszen nem keszthelyi közigazgatási területén lakos vagyok, de egy olyanba szeretném, ahogy ha már itt a nyilvánosság is itt van, egy olyan 2017 óta ugye van egy új településképi ugye, rendelet, és itt egy hatósági eljárásra szeretném a figyelmet, illetve a lakosság számára egy tájékoztatást kérni, egy egyértelműt. Magánterületeken, közterületeken a hirdetőtáblákra vonatkozóan volt előttünk ilyen hatósági ügy. A lakosság részéről volt nálam is megkeresés, igaz-e az, hogy most már magánterületesre rakhatok ki egy olyan, akár egy eladó táblát se, hogyha én, ha mondjuk a lakásomat el akarom adni, és az ablakba ki akarok tenni egy eladó táblát, már ezt se tehetem meg. Tudunk-e ebben valamit változtatni? Vagy például egy boltnál, hogy az, hogy mondjuk fodrászat, vagy bármilyen apró kiírást. Én nem vagyok építész, nem tudom olyan jól elmondani, ezért kérem a hivatal segítségét, és most itt a nyilvánosságot felhasználva, hogy ezt a szabályozást egy picit tegyük egyértelművé a lakosság személy, lakosság felé. Köszönöm szépen. És köszönöm. Minden hivatalnak és a kormányzatnak a magasabb szintű jogszabályoknak a betartása és a betartatása kötelező számunkra is. Így van ez jelen pillanatban is. Olyan új telepítési reklámterületeket, ami most nincs és új lenne, nem igazán enged a jogszabály, és a jelenlegieknek a nagy körét is csak 2020. december 31-ig teszi lehetővé. Hogy a mostani időpont és a 2020. december 31 között módosítja a rendeletünket, az arra a rendeletet, a törvényt, az arra illetékes szerv, azt én nem tudom, jövőben látom, nem vagyok, de azért, ami a közvilágítási eszközökön megfigyelhető volt, egyszer nem lehetett, aztán majd lehetett újra, ez is előfordulhat. A jegyzőasszonynak adom meg a szót a hivatalos válaszra. Köszönöm a szót.
Igen. Alapvetően, tehát egy kormányrendelet az, ami bekorlátoz minket, tehát nem itt helyi szinten, mi csak hozzáigazítottuk a helyi rendeletünket. Természetesen azért az élethez próbáltunk mi is igazodni, tehát nyilvánvaló, hogy a homlokzaton, cégér, címtábla elhelyezhető, az eladó táblát se fogja senki levetetni. Amit a polgármester úr pedig elmondott, hogy ennek a kormányrendeletnek a hatályba lépésekor, ha nem volt tábla, reklám hirdető berendezés, akkor nem lehet újat létesíteni. A meglévők 2020. december 31-ig fennmaradhatnak. Nyilvánvaló, hogy ezek bővítése kell, hogy igazodjon az egységes hirdető berendezéshez, ha közterületen van, illetve ha magánterületen van, akkor nem bővíthető. De ezt egy kormányrendelet szabályozza be. Köszönöm szépen. Településképi rendelet módosítási kezdeményezésnél tartunk. Valami lehez valakinek észrevétele. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy megjelent, és mindenkinek a figyelmét felhívom arra, hogyha váltottalan volt a mostani hozzászólásához, vagy pedig később jutnak eszébe olyan gondolatok, amivel a mi munkánkon tudja segíteni, akkor ezt nagyon kedves 8 napon belül írásban jelezni felénk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, minden jót és nevelőt.